John Steinbeck, kedves csirkefogók. Nyolcadik fejezet. Szent András éjszakáján Deni barátai rejtelmes kincset keresnek. Pion megtalálja. Egy nadrág kétszer cserél gazdát. Az a tény, hogy ő, Big Joe Portage, aki meglehetősen megszokta a monterei fogdát, nem csak a hazafiság fonák nyomorúságától óvta meg, de megszilárdította azt a meggyőződését is, hogy miként a napok fele alvásra, fele ébren létre rendeltetett el. Úgy az éveket is félig börtönben, félig szabadon kell elköltenie. A háború alatt azonban Joe jelentősen több időt töltött börtönben, mint kint a világban. A civil életben csak azért büntetik az embert, amit tesz. Katonai törvények ehhez még egy elve csatolnak. Azért is büntetnek, amit nem tesz. Joe ezt mindig számításon kívül hagyta nem tisztította ki a fegyverét, nem borotválkozott meg. Kimenőjéről egyszer-kétszer nem jött vissza. Ezekhez a mulasztásokhoz járult még az is, hogy Joe nagyszerűen ki tudott bújni, a munkára osztották be. Két évi katonai életéből 18 hónapot ült, de egyáltalán nem volt megelégedve a katonai börtön A monterei fogdában hozzászokott a kényelemhez és a társasághoz. A hadseregben mindig dolgoztatták, Montereiben mindig csak egy vád volt ellene, részegség és rendetlen magaviselet. A katonai vádak szinte állandóan foglalkoztatták, annyira megzavarták. Amikor a háború végeztével minden csapatot leszereltek, Big Joe-nak még hat hónapot kellett büntetésből szolgálnia. A vád ez volt. Miután a szolgálati idő alatt részeg volt, egy őrmestert leütött a petróleumos kannával. Persze letagadta. Letagadta, hogy ő volt. Részegsége miatt semmire sem emlékezett, így hát minden tagadott két gallon főt babot ellopott, és elnyargalt az őrnagy lován. Ha a fegyverszünetet nem írták volna még alá, Big joe talán főbe is lövik. Így is sokkal későbben érkezett haza, mondta rejbe, mint a többi kiszolgált katona, és azok le is arattak már előtte minden babért, minden dicsőséget. Katonaköpenyben, zubbonyban és kék szövetnadrágban ugrott le a vonatról. Az alkohol tilalom kivételével nem sok változást észlelt a városban, és az alkoholtilalom se változtatta meg Torelli boltját. Joe otthagyta hagyta felső kabátját egy gallomborért. Barátai keresésére indult. Igazi barátait nem találta meg első este, de Monterejben nem volt hiány azokban a hitvány és alattomos hárpiákban, akik mindig készek, hogy kárhozatba taszítsák az embert. Joe meg éppen nem is volt túl erkölcsös lény. Nem viszolygott a pokoltól, sőt, szerette. Nem sok idő múltán Bora elfogyott, pénze nem is volt. Akkor a hárpiák megpróbálták kiakolbolítani Joe-t. Nem akart menni. Kényelmesen érezte magát. Amikor erőszakkal akarták kidobni, Big Joe hirtelen támadt rettenetes haragjában, összetörte a bútorokat és ablakokat, és a sikoltozó félmesztele lájakat kihaigálta az utcára. Aztán csak úgy mellékesen földgyújtotta a házat. Nem volt tanácsos Joe-t kísértésbe vinni, nem igen tudott ellenállni. Végül előkerült valaholna egy rendőr, kezelésbe vette. A portugál boldogan sóhajtott föl, újra otthon volt. Rövid bíróságmentes vizsgálat után harminc napra ítélték. Joe kényelmesen végigfeküdt a kemény pricsen, büntetésének első tizedét egy hujára átaludta. A portécs szerette a Monterei börtönt. Itt legalább találkozhatott az emberekkel ha elég soká ült, az összes barátai megfordultak nála. Így az idő gyorsan haladt. Egy kicsit el is szomorodott, mikor elengedték, de megvigasztalta az a tudat, hogy könnyen visszakerülhet. Szeretett volna visszamenni a rossz házba, de sem bora, sem pénze nem volt. Végig kutatta az utcákat. Régi barátait, Piont, Denit és Pablót kereste, de nem akadt rájuk. A rendőrőrmester azt mondta, hogy már rég nem szerepeltek nála. Akkor biztosan meghaltak, mondta Joe. Torellihez bandukolt nagy búsan, de Torelli nem volt túl barátságos az olyan emberekhez, akiknek sem pénzük, sem elcserélhető ingóságuk nem volt. Viszont elmesélte, hogy Danny házat örökölt tortilla fletten. Az összes barátai nála laknak. Big Joe-ban föltámadt a barátai utáni vágy és szeretet. Elindult hát este tortilla fletbe, Dannyhez és Pionhoz. Fél homály volt már, amikor az utcán Pionnal találkozott, aki igen fontos ügyben sietett valahová. – Hé, Pion, éppen hozzátok megyek. – Hello, Joe! – nézte végig ridegen Pion. – Hol voltál? – Katonáéknál – felelte Joe. Pionnak nem volt így a találkozás. – Mennem kell. – Vele tartok – mondta Joe. Pion megállt és ránézett. – Nem tudod, milyen éjszaka van ma? – kérdezte. – Nem. Milyen? – Szent András éjszakája. Ezt már értette a portage, mert ezen az éjszakán minden pájzánó, aki nem ült véletlenül börtönben, nyugtalanul rótta az erdőt. Ezen az éjszakán minden elásott kincs finom foszforeszkáló fényjel árult el honlétét. Ebben az erdőben is sok kincsnek kellett lennie, mert kétszáz év alatt sokszor támadták meg Montereit, és minden alkalommal jelentős vagyonok vándoroltak a föld alá. Tiszta éjszaka volt, Pion, mint olykor-olykor, most is levetette hétköznapi keménységét. Ma éjszaka idealista és adakozó volt. Ma éjszaka kegyes küldetést vállalt. Velem jöhetsz, Big Joe, de ha kincset találunk, én rendelkezem fölötte. Ha nem tetszik, menj egyedül és keres magadnak. Big Joe nem értett ügyei intézéséhez. Veled megyek, Pion, jelentette ki. Törődöm is én a kincsekkel. Mire az erdőbe értek, az éjszaka leszállt. Lábuk fenyőtű szőnyegen taposott. Pion élvezte az éjszakát. Hatalmas ködrétek borította az eget, és mögőle a hold fátyolos világossággal beragyogta az erdőt. A kemény körvonalak eltűntek, minden valószerűtlen fényben csillogott. A fatörzsek, ezek a fekete oszlopok most lágy, anyagtalan árnyékoknak látszottak. A bozót alaptalannak és folyton változónak tűnt a különleges megvilágításban. A szellemek szabadon röpködtek. Nem kellett félniük az emberi hitetlenségtől, mert ez a kísértetek éjszakája. Ez csak az ostoba nem veszi észre. Pion és Big Joe néha más kincskeresőkkel is találkozott, akik cikcakban járkáltak szüntelenül a fenyőfák között. Csendben, földre szegzett tekintettel, lassan, köszönés nélkül haladtak el mellettük. Ki tudná megmondani, vajon tényleg élő emberek voltak? Joe és Pion tudták, hogy egynémelyik azoknak a régi embereknek a kísértete, akik a kincset elásták. Szentadrás éjszakáján ezek visszatérnek a földre, megnézni, megvan-e még a vagyonuk. Pion nyakában a ruhája fölött szent érmécskét viselt, így nem kellett tartani a kísértetektől. Big Joe pedig útközben a szent kereszt jelét vette magára, így bár féltek, tudták, hogy a kelleténél több várt is van, hogy szembeszálljanak a földön túli éjszakával. Útközben szél kerekedett, a ködöt a hold előtt kergette, mely áttetsző, vizes szürke színbe ragyogott. A gomolygó köd megváltoztatta az erdőképét, a fák, mintha lopakodva másztak volna, a bokrok nagy fekete macskák módjára osontak tova. A fák hegye rekedten panaszkodott a szélben, szerencsét és halált jósolt. Pion tudta, hogy nem tanácsos a fák beszédére ügyelni. A jövő megismeréséből semmi jó sem származhatik, meg azon kívül ez a suttogás szentségtörő is elterelte a figyelmét a fák jövendőlésétől. Össze-vissza cikázott az erdőben, s Big Joe, mint egy szemfüles nagy kutya, mindenütt mellette. Csöndes, magános emberek mentek el köszönés nélkül mellettük, és nesztelen halottak-rohantak el szótlanul. Mélyen alattuk a tengerparton megszólalt a ködjelző sziréna, elsiratta mindazokat a jó hajókat, melyek a kemény sziklaszírtnél elsüllyedtek, és még el fognak majd süllyedni. Az éjszaka meleg volt. Pion mégis fázott és borzongott. Halkan szűzmáriához fohászkodott. Megint találkoztak egy szürke árnyal, aki lehajtott fővel, köszönés nélkül haladt el mellettük. Pion és Big Joe már több mint egy órája járták olyan kitartóan az erdőt, mint a gomolygó holt lelkek. Pion hirtelen megállt, megszorította Big Joe karját. Látod? Suttogta. Hol? Éppen előttünk. Igen, azt hiszem. Pionnak úgy tűnt, hogy vagy tíz méternyire előttük, gyenge, kékes, fényoszlop emelkedik ki a földből. Big Joe, suttogta. Keres két, három-négy láb hosszú botot. Nem akarom elvenni róla a tekintetem, félek, hogy aztán elveszítem. Lesállásban maradt, mint egy kutya, míg Joe a botokat kereste. Hallotta, amint két kis száraz ága tört le egy fenyőfáról. A recsegést is hallotta, míg Joe a botokról az apró letördelte. De még mindig a halvány ködös fénypászmára bámult. Olyan leheletnyi volt, hogy néha szinte eltűnni látszott. Már nem is volt biztos benne látja-e, de tekintetét még akkor se vette le róla, mikor Big Joe a kezébe nyomta a botokat. Pion keresztbe fektette őket, és ezzel a keresztel maga előtt megindult lassan. Ahogy közeledett, a fény halványulni kezdett, de ő pontosan látta a fenyőtük között a kerek horpadást, ahonnan elővillant. Pion letette a keresztjét, így szólt. Minden az enyém, ami itt fekszik, mert én találtam meg. Rossz szellemek, távozzatok! Lelkek, akik életetekben idetemettétek kincseiteket, in nomine patris et fili et spiritus sancti, távozzatok! Ezután mélyen fölsóhajtott és leült a földre. Megtaláltuk, Big Joe barátom, mondta. Hány éve keresem, és most megvan. Ássuk ki, mondta Big Joe. Pion idegesen rázta meg a fejét. Amikor szabadon kószálnak a szellemek, mikor az is veszélyes, hogy itt vagyunk, bolond vagy, Big Joe. Reggelig itt maradunk. Akkor megjelöljük a helyet, és holnap éjjel aztán áshatunk. Most már, hogy a keresztel letakartuk, senki sem láthatja meg a fényt. Holnap éjszakára meg már elmúlik a veszély. A fenyőtű szőnyegen ülve még félelmesebbnek tűnt az éjszaka, de a kereszt, a szentség és biztonság melegét sugározta feléjük, mint egy picike örömtűz. Hátat fordítottak a hideg és gonosz dolgoknak, melyek fölalákó az erdőben. Pion fölállt és nagy kört húzott. Mikor befejezte, a közepére állt. A legszentebb Jézus nevében, rossz szellem, ne léphesse át a kört, énekelte. Aztán megint leült. Most már mind a ketten jobban érezték magukat. Hallották a fáradt kísértetek tompa lábdobogását, látták a belőlük áradó áttetsző fényt, de védővonaluk bevehetetlen volt. Semmi evilági vagy túlvilági gonosz nem hatolhatott a körbe. – Mit akarsz kezdeni a pénzzel? – kérdezte Big Joe. Pion megvetéssel nézte végig. – Látszik, hogy sose kerestél kincset, Big Joe. Azt se tudod, mi fánterem. Nem tarthatom meg magamnak a drágaságokat. Ha azt akarnám, a kincs egyre lejjebb süllyedne, mint a csiga a homokban. Soha többé nem találnám meg. Nem, így ezt nem lehet elintézni. Én Daninek ásom ki a kincset. Pionban fölülkerekedett az idealizmus. Elmondta, milyen jó volt Dani a barátaihoz. És mi nem teszünk érte semmit, folytatta. Nem fizetünk házbért. Sőt, néha, ha berúgunk, még a bútorokat is összetörjük. Ha dühösek vagyunk, összeverekszünk vele, és csúf neveket aggatunk rá. Ó, oh, nagyon rosszak vagyunk mi, Big Joe. Pablo, Jesus Maria, a Kalóz meg én, ha azt beszéltük meg, azt főztük ki, hogy mai éjjel mindannyian kijövünk kincset keresni az erdőbe, és a kincs majd Denié lesz. Ő olyan nyájas, és mi olyan hitványak vagyunk. De ha egy nagy zsák kincset viszünk neki, biztosan boldog lesz. Talán azért is találtam meg, mert szívemből kihalt az önzés. – És semmit sem tartasz meg belőle magadnak? – kérdezte tamáskodva Big Joe. – Még egy galombor árát sem. – Pionban ezen az éjszakán egy fikarsznyi sem maradt a rossz pionból. – Nem. Egy morzsa aranyat se. Egy megveszekedett fillért se. – Minden a Danny az utolsó fillérig. – Joe neki keseredett. – Végig csináltam ezt az egész marhaságot, s még csak egy pohár bort se kapok érte – dörmögte. Ha Daninek lesz pénze, mondta Pion kedvesen, lehet, hogy vesz egy kis bort. Én persze nem fogom tanácsolni neki, mert a kincs az övé, de azt hiszem, vesz majd magától is. Big Joe erre megnyugodott, hisz elég régen ismerte már Denit. Véleménye szerint Dani tetemes mennyiségű bort fog vásárolni. Az éjszaka lassacskán eltelt, a hold lement, és az erdő sötétbe burkolódzott. A ködjelző sziréna újból felbődült. Pion egész éjszaka tiszta lélek maradt. Úgy prédikált Big joe mint általában a frissen megtértek. Érdemes, jónak és nagy lelkűnek lenni, mondta. Nem csak azért, hogy égi házunk pillére itt lerakjuk, már itt a földön is megkapjuk érte csak hamar jutalmunkat. Az ember aranyos melegséget érez bensőjében, mint egy enkiláda elfogyasztása után. Az Isten szelleme olyan meleg kabátba burkolja az embert, mint a teveszőr. Nyíltam meg neked, Big Joe? Én nem voltam mindig jó ember. Big Joe? Ezt aztán igazán jól tudta. Rossz voltam folytatta Pion fölhevülten. Tökéletesen kiélte magát a gyónásban. Hazudtam és loptam, bujálkodtam, házasságtörést követtem el, és Isten nevét semmibe sem vettem. Én is mondta Big Joe boldogan. És mi lett az eredmény? Rossz érzéseim támadtak. Tudtam, hogy a pokolra kerülök, de ma már látom, hogy nincs olyan bűnös, aki bűnbocsánatot ne nyerhetne. Bár még nem voltam gyónni, érzem, hogy megjavulásom tetszik az Istennek, és az Úr kegyelme rajtam nyugszik. Ha te is megváltoztatod életmódodat, abba hagyod a részegeskedést, verekedést, és nem jársz Dora Williams házába, a rossz lányokhoz, ugyanazt fogod érezni, amit én. Big Joe közben szép csendesen elaludt. Sosem bírta sokáig ébren, ha mozdulatlanságra volt kárhoztatva. A kegyelem ereje jócskán csökkent pionban, mikor már nem beszélhetett róla Big Joe-nak. Így hát csak üldögélt, és őrizte a kincs helyét. Közben az ég szürkülni kezdett, s a köd mögött fölragyogott a hajnal. Látta, mint a fenyőfák újra alakot nyernek. Levetették titokzatosságukat. A szél elült, Kis kékes-szürke nyulak bújtak elő a bozótból. Ugráltak a fenyőtű szőnyegen. Pion szemhéje elnehezült, de boldog volt. Mikor világosodott, lábával megbökte Big joe -t. Ideje, hogy Denihez menjünk, fölkelt a nap. Elvette a keresztet. Erre nem volt már szükség. És eltaposta a kört. Most már nem hagyunk itt jelet, mondta. De a fákról és kövekről jól véssük emlékezetünkbe a helyet. Miért a ásuk ki most mindjárt? kérdezte Big Joe és talán hívjuk segítségül egész torti a fletet, mondta gúnyosan Pion. Alapos környezet tanulmányt végeztek, szóval három fa áll egymás mellett jobbról és kettő balról. Itt alul egy bokor, ott meg egy szikladarab. Végül ott a kincset, de jól agyukba vésték az utat. Deni házában kókattal lézengett a társaság. Találtatok valamit? kérdezték. Semmit, mondta rá gyorsan fiom azért, hogy elejét vegye Big Joe vallomásának. Pablo egyszer, mintha látott volna valami fényt, de mire odaért, eltűnt. A kalóz meg egy öregasszony szellemével találkozott, aki a kalóz kutyáját vezette. A kalóz arca mosolyra torzult. Az öregasszony elmondta, hogy a kutyám már boldog. Big Joe is itt van, visszajött a katonaságból, jelentette ki Pion. Hello, Joe! Jó helyetek van, mondta a portage, és belevetette magát az egyik székbe. Az ágyamat aztán hagy békén, mondta Deni, mert tudta, hogy most már Joe is nála ragad. Ahogy keresztbetett lábbal elterpeszkedett a széken, látni való volt, hogy már be is költözködött. A kalóz kiment, vette talicskáját és elindult fát vágni az erdőbe. A másik öt férfi pedig leheveredett a napsütésben, mely keresztül törte a ködöt, és hamarosan álomba merült. Már a délután derekán járt az idő, amikor fölébredtek. Akkor aztán nyújtózkodtak, és közönösen bámultak le a kéköbölre, hol barna olajos tartályok úsztak lassan kifelé a nyílt tengerre. A kalóz az asztalon hagyta a csomagokat. A barátok kibontották, és enni kezdték, amit kalóz összeszedett. Big Joe lefelé indult a mélyös fényen. Később találkozunk, kiáltotta vissza Pionnak. Pion aggódva nézett utána, de aztán látta, hogy nem az erdő felé, hanem le, Monterey felé tart, a négy barát tovább üldögélt, lustán várta az estét. Alkonyatra Joe visszaérkezett. Pionnal az udvaron tanácskozott, hogy a többiek meg ne hallják. – Szerszámokat majd Mrs. morales veszünk kölcsön, mondta Pion. Ásó és csákány van a csirkeolja mellett. Amikor teljesen besötétedett, elindultak. – A lányokat? – Joe, barátnőit látogatjuk meg, magyarázta Pion a többieknek bemásztak Mrs. Morales udvarába, és elvitték a szerszámokat. Aztán az útmenti bozótból Big Joe egy gallon bort kotort elő. – Eladtad a kincset! – kiáltotta dühösen Pion. – Áruló vagy kutyafi! Big Joe szeliden megnyugtatta. – Nem mondtam meg, hol a kincs! – mondta Némi méltósággal. – Csak annyit mondtam, kincset találtunk. – De az a Danié. Majd amikor Dani készhez kapja, kérek tőle kölcsön egy dollárt, és megfizetem a bort. Pion megnyuhászodott. Elhitték, és adtak rá? kérdezte. Adtak, mondta kisét étovázva Big Joe. Hagytam ott valami zálogot, amíg elviszem a dollárt. Pion rácsapott, mint a villám, is torkon ragadta. Mit hagytál? <laughs> csak egy kis darab pokrócot, Pion, siránkozott Joe. Csak egyetlen egyet. Pion meg akarta rázni, de Big Joe olyan nehéz volt, hogy csak maga rázkódott meg. Micsoda pokrócot? kiáltotta. Mond, milyen pokrócot loptál? Big Joe elpityeredett. Csak a Deni egyik takaróját, csak az egyiket. Neki kettő van, ne bánts Pion, a másik úgyis nagyobb, és különben is Deni visszakapja, ha megtaláljuk a kincset. Pion megforgatta is nagy szakértelemmel, és hévvel belerúgott. Disznó, mondta. Mocskos tolvaj, barom. Visszahozod a takarót, vagy ízekre szaglatlak. Big Joe megpróbálta kiengesztelni. Azt gondoltam, hogy végtére is... – Deni érdekében dolgozunk? – motyogta. – Azt hittem, hogy Deni nagyon boldog lesz, meg aztán vehet magának akár száz takarót is. – Hallgass! – mondta Pion. – Visszaviszed ugyanazt a takarót, vagy hozzád vágom ezt a követ. Fölemelte a palackot, kihúzta a dugót és ivott egy keveset. Azért, hogy elszabadult szenvedélyét lecsitítsa. Aztán megint benyomta a dugót és a maradékot visszaadta. – Mert loptál, te fogsz most ásni. Fogd a szertámokat is gyere! – Big Joe nyafogott, mint egy kölyök, de engedelmeskedett. Nem mert Pion jogos haragjával szembeszállni. Soká keresték a kincset. Jó későre járt, mikor Pion megtalálta a három fából álló csoportot. Itt van, mondta. Körül tapogatták, végre megtalálták a mélyedést. Egy kis holtsugár is segített munkájuknál, mert az éjszaka nem volt ködös. Mivel az ásással nem volt dolga, Pion a kincsföltárás új elméletét fejtette ki. A pénz néha zsákokban van, mondta, és a zsák, tudva levőleg rothad. Ha pontosan lefelé ásol, megsértheted. Pompás is kört húzott a mélyedés köré. Ás egy jó mély árkot körös körül. Úgy aztán majd kiemelhetjük. Te nem ásol? kérdezte Big Joe. Pionból megint kitört a düh. Én loptam el talán a takarót? kiáltotta. Én csortam el a barátomtól, aki pedig hajlékot ad nekem. Én pedig nem ásom ki az egészet egyedül. Jelentette ki Big Joe. Pion felkapott egy fenyőbotot, mely a múlt éjjel még a kereszt egyik szára volt. Fenyegetően közeledett Big Joe felé. Tolváj! – üvöltötte. Piszkos disznó, ütlen barát! Fogd azt a lapátot! Big joe inába szállt a bátorsága. Lehajolt az ásóért. Ha a lelkiismerete tiszta, ellenkezhetett volna, de így azonban félt Pion haragjától, aki az igazság mellett még egy fenyőbottal is föl volt fegyverezve. Big Joe világéletében utálta a lapátolást. Nem bozdogta az ásó mozgásának ritmusa. Az a tény, hogy a sarat egyik helyről a másikra rakja, silány teljesítmény volt egy ilyen széles látókörű férfiú számára. Egy életen átvaló lapátolás sem jelent végeredményben gyakorlatilag semmit. Big Joe-ban ugyanaz ellenkezés sokkal egyszerűbb eszközökkel dolgozott. Ő egyszerűen nem szeretett lapátolni. A verekedés kedvéért lépett a hadseregbe, és ott sem csinált egyebet, csak ásott. De Pion ott állt fölötte, és az árok lassan, mégiscsak szélesedett a kincs körül. Nem lett volna célszerű bevállalni gyengeségét, éjségét vagy fáradtságát. Pion kérlelhetetlen volt, és minduntalan fölhány Joe bűnét a takaróval. Hiába szűkölt panaszkodott, mutogatta lenyúzott tenyerét, Pion fölötte állt, és kényszerítette, hogy tovább ással. Éjfélre az árok három láb mély lett. A monterei kakasok kukorékolni kezdtek, a hold leszállt a fák mögött. Végre Pion megadta a jelszót a kincs kiemelésére. A göröngyök nehezen mozdultak, Big Joe kifulladt. Már-már virrat, mikor az ásó valami kemény tárgyba ütközött. – Hé, hé, Pion! – kiáltotta. – Megvan! – valami négyszögletes, nehéz dolgot találtak. Dühötten estek neki a munkának a sötétben. – Vigyázz! – óvta Pion. Meg ne sérst. A nap már fölkelt, és még mindig nem tudták kiemelni. Pion fémes tárgyat érzett. Mélyen lehajolt, hogy a szürke világosságnál megtekintse. Jókora négyszögletes szilárd tárgy volt. Tetején megbarnult kerek lemez. Pion kibetűzte rajta az írást. Egyesült államok, földtani vizsgálat. 1915. 600 láb magasság. Pion leült az árok szélére. Vála előre bukott kétségbeesésében. Nincs kincs, kérdezte Big Joe panaszosan. Pion nem válaszolt. Big Joe a föliratot böngészte, és összeráncolt homlokkal gondolkozott. A búslakodó Pionhoz fordult. Talán elvihetnénk és eladhatnánk ezt az irdatlan darab fémet. Pion fölemelte kétségbesett tekintetét. Johnny Pompom is talált ilyet egyszer, mondta a nagy csalódások alkalmával szokásos nyugalommal. Johnny Pompom is magával vitte és eladta. Egy év jár egy ilyen vaca kiásásáért. Egy évi börtön és kétezer dollár pénzbírság. Pion kínyában már nem is akart mást, csak hogy minél előbb ne lássa ezt a tragikus helyet. Fölállt, háncsot keresett, és belecsavarta a boros üveget, aztán megindult lefelé a völgybe. Big Joe elgondolkozva baktatott utána. – Hová megyünk? – kérdezte. – Nem tudom – felelte Pion. A nap már ragyogott, amikor az öbölhöz értek, de Pion még itt sem állt meg. Végig a vízparton, az éles homokon, míg Monterey messze elmaradt mögötte. S csak a dünék homokja, és az öböl fodrozó hullámai látták bátatát. Végül leült a száraz homokba, s a nappal melengedtette magát. Big Joe melléje ült. Úgy érezte, hogy valamiképpen ő is felelős Pion csendes gyötrődéséért. Pion kivette a levelekből a boros üveget, kihúzta a dugót és mélyet húzott belőle. Mivel a szomorúság az együttérzés anyja, átadta Joe borát a semmire kellő Jónak. Milyen szépen képzeltük el sóhajtott föl és hogy becsaptak álmaink azt hittem, hogy aranyolteli zsákot vihetünk Deninek. Már láttam lelki szemeimmel, milyen arcot vág. Hogy meg lett volna lepfe? Eleinte el se hitte volna. Elvette Jótól az üveget, is, hatalmasabb kortyintott. Mindennek vége. Elszállt, mint az éjszaka. A nap melege sütött az öbölre. A kétségbeesés helyett csalékony jó érzés lopakodott pion szívébe. Álnok önzés, hogy használja ki a helyzet jó oldalait. Big Joe ez alatt többet is ivott, mint amennyi tulajdonképpen járt volna neki. Pion ezt méltatlankodva vette tudomásul, és ő is megint, meg megint ivott. Végül is jelentette ki bölcselkedve, Hát talán nem tett volna jót denének, ha megtaláljuk a kincset. De. A világ életében szegény ember volt. A gazdagságban még bele is bolondult volna. De. Big Joe komolyan bólogatott, a bor pedig egyre jobban apadt az üvegben. A boldogság többet ér, mint a gazdagság, mondta Pion. Ha boldoggá tesszük Denit, jobba cselekszünk vele, mintha pénzt adnánk neki. Big Joe megint bólintott és levetette cipőjét. Tegyük boldoggá, csak ahhoz pénz kell. Pion szomorúan fordult feléje. Hitvány disznó vagy, mondta nyájasan. Arra se vagy méltó, hogy emberek közt te. Elloptad a Deni pokrócát. Holba kéne zárni az ilyen, és krumplihéja letetni. De... <laughs> Mind a ketten elálmosodtak a tűző napon. Az öböl mentén apró hullámok susogtak. Pion is levetette cipőjét. – No, egészségedre! – Jó szakát! – mondta Big Joe, és az utolsó cseppi kiitta az üveg tartalmát. Az öböl csendesen ringatódzott. Földrengés módjára emelkedett és süllyedt. Nem vagy te rossz ember, mondta most Pion. De Big Joe Portage ekkor már aludt. Pion levette kabátját és az arcára terítette. Néhány perc múlva ő is mély álomba merült. A napkorong magasan állt már az égen. A dagály földuzzasztotta az öblöt, aztán megint visszahúzódott. Egy csomó lusta partirák megbámulta az alvókat. Egy kóbor ebb körülszaglázta őket. Két éltesebb hölgy tengeri kagyló szedegetés közben meglátta a két alakot és elrohant. Nehogy azok dühösen fölébredve, üldözőbe vegyék és erőszakot kövessenek el rajtuk. – Szégyen, gyalázat! – egyeztek meg egymás között. – Hogy a rendőrség semmit se tesz az ilyen esetekben. – Részegek! – állapította meg az egyik dáma. A másik visszanélt az alvó férfiakra. – Részeg vadállatok! – hagyta helybe a másik ítéletét. Mikor a nap a fenyőfák mögé bújt, és Monterey fölött a domb mögé bukott, Pion fölébredt. Szája száraz volt, mint a timsó. A feje fájt, dereka megmerevedett a kemény homokon. Big Joe még horkolt. Joe, ébrezgette Pion. De a portics még halló távolságon kívül esett. Pion is maradt még tehát, és könyökére támaszkodva bámult ki a tengerre. Jó, na egy kis borral nedvesíteni száraz ajkamat, gondolta. Fölemelte az üveget, de egyetlen csepp se volt már benne. Aztán kifordította a zsebeit, hát ha még aludt valami csoda folytán, került beléjük valami. De egy megveszekedett vasat se talált. Csak egy törött bicska volt a zsebében, melyet már vagy húszszor próbált egy pohár borra cserélni, de mindig hiába. Talált egy parafadugóra szerelt horgot, egy darab mocskos párgát, egy kutyafogat és néhány kulcsot, melyek tudomása szerint egy zárba se illettek bele. Az egész csomóban nem volt semmi, amit Torelli akár önkívületi állapotban is értéknek fogadott volna el. Pion vizsgálódva szemlélte Big Joe-t. Szegény cimbora, gondolta. Ha felébred, ugyanilyen száraznak érzi majd a torkát, mint én. Jó lesnék neki, ha szereznék egy kis bort. Egy párszor alaposan Big Joe-ba rúgott, s mikor a Portage mindenre csak dörmögött egyet és tovább horkolt, Pion kikutatta a zsebeit. Egy réz nadrágombot talált, egy kis fémlapocskát ezzel a fölírással, jó ételek a hollandusnál, négy-öt letört fejű gyufaszálat és egy kis rágnivaló bagót. Pion megint leült. Minden hasztalan. Itt kell elepedni az öbölben, pedig a torka kétségbe esetten kiállt bor után. Észrevette a portics szövet nadrágját. Megtapogatta. Egész jó szövet, gondolta. Miért hordjon ez a piszok Big Joe ilyen jó ruhát, amikor a barátai rongyokba járnak? Aztán az is eszébe jutott, hogy milyen rosszul áll Big Joe-n az a nadrág. Milyen szűk derékban, még akkor is, ha a két lógó gombot nem gombolja be. A szára meg több hüvelykel lóg a cipője hegyén túl. Akinek a mérték megfelel, hát az boldog lehetne ezzel a nadrággal. Pionnak eszébe jutott, Big Joe deni ellen elkövetett bűne is, és azonnal bosszú álló angyallá változott. Hogy merészelt ez a sötét lelkű portics, így, így megsérteni Denit? Ha felébred, nagyon verem. De, így érvelt Pionban a felsőbbrendű én, Joe a tolvajlás bűnébe esett. Nem jobb, ha most a saját kárán tanítom meg, hogy esik az valakinek, ha meglopják? Mit ér a büntetés tanúság nélkül? Pion diadalittas állapotba került. Ha egyetlen cselekedettel megbosszulhatja Denit, megrendszabályozza is, erkölcsi tanításban részesíti Big Joe-t, s amellett még bort is szerez, ki mer ellene szót emelni. Erőteljesen megtaszította Big Joe-t, s a Portage gyenge légy módjára hempergett egyet. Pion ügyesen lehúzta róla a nadrágot. Összegöngyölte, és elballagott a homokos dünék között. Torelli nem volt otthon, a felesége nyitotta ajtót Pionnak. Pion eleinte titokzatoskodott, végül elővette és megmutatta a nadrágot. Az asszony tagadólag rázta a fejét. De nézze meg jobban, mondta Pion csak a foltokat és a piszkot látta. Nézze meg belülről is ezt a finom szövetet. Gondolja meg, szenyóra, ha kikisztítja és kivasalja. Megjön Torelli, csendes, mogorva, akkor maga előhúzza ezt a remek nadrágot. Majd meglátja, hogy fölragyog a szeme. Milyen boldog lesz, keblére öleli önt. Nem ér meg az ilyen boldogság egy gallon vörösbort? Nagyon vékony a feneke, mondta az asszony. Pion fölemelte és a világosság felé tartotta. Átlát rajta? Úgy, ahogy nem. Csak a kényelmetlen keménység hiányzik belőle. Én mondom önnek, remek állapotban van. Nem, mondta az asszony eltökéltem. Kegyetlen a férjéhez, szenyóra, Megtagadja tőle a boldogságot. Nem csodálnám, ha más, kevésbé szívtele asszonyhoz pártolna. Két pintért megfelel. Végül Mrs. Torelli ellenállása megtört. Átadta a két pintbort. Pion azonnyomban kiitta. Önkényesen törtele az árát, figyelmeztette. Legalább fél gallon járt volna érte. Mrs. Torelli sziklaszilárdan tartotta magát. Pion egy csöppel sem tudott többet belőle kicsikarni. Töprengve ült a konyhában. Ravasz zsidó, kicsalta tőlem Big Joe nadrágját. Pion szomorúan gondolt az öbölben pihenő barátjára. Mit fog csinálni az a szerencsétlen? Ha bejön a városba, lecsukják. És mit adott az a hárpia a nadrágért? Barátjának a nadrágját nyomorúságos két pint borért vette meg. Pion érezte, hogy szinte föloldódik az asszony elleni dühében. Mindjárt megyek, mondta Bissi Storellének. A nadrágot ott lógott a konyha egy kis beszegelésében. Isten vele! mondta Mrs. Torelli félváról, és bement a kamrába, hogy a vacsorához szükséges előkészületeket megtegye. Kifelé pion, a beszigelés mellett ment el, és nem csak a nadrágot, de Danny takaróját is elemelte. Aztán visszament az öbölbe, megkereste azt a helyet, ahol Big joe Fényes örömtüzet vett a parton, amikor közelebb ért, apró, sötét alakokat látott sűrögni-forogni a tűz körül már teljesen besötétedett, csak a tűz szerint tudott tájékozódni. Mikor közelebb ért, látta, hogy cserkészlányok sütögetnek valamit a tűzön, óvatosan közeledett. Először nem látta meg Big Joe-t, de végre fölfedezte. Félig homokba temetkezve, hidegtől és rémülettől némá feküdt. Pion komoly képpel mutatta föl a nadrágot. Vedd föl, Big Joe, és örül, hogy visszakaptad. Joe fogvacogva kérdezte meg. Kilopta el a nadrágomat, Pipion! Órák óta fekszem itt, nem mehettem el ezek miatt a lányok miatt. Pion szolgálatkészen állt Big Joe és az örömtűz körül szaladgáló kislányok közé. Portics lesöpörte lábáról a hideg, nedves homokot, fölhúzta nadrágját. Aztán elindultak a sötét öbölből egymás oldalán, Monterey felé, melynek lámpái úgy csillogtak a dombon, mint egymás fölé helyezett sok kis nyaklánc. A dünehomok pihegvel apult, mint egy fáradt kutya. A hullámok nyugodtan ringatóztak, és csendesen csobogtak. Az éjszaka hideg volt és titokzatos, a meleg élet visszavonult. Keserű intéssel szolgált azoknak, akik egyedül vannak a világon. Cimborájuk között is magánosak, és nem kapnak vigaszt sehonnan sem. Pion még mindig töprengett, és Joe, a Portage, megérezte gondolatainak mélységét. Végül Barátja felé fordította arcát. Ebből megtanulhatjuk, hogy őrültség asszonyokban bízni, mondta. Valami nő lopta el a nadrágomat? kérdezte Big Joe izgatottan. Majd én kirúgdosom belőle az ördögöt. De Pion olyan szomorúan rázta fejét, mint az öreg Jehova a hetedik napon, amikor megpihent és látta, hogy a világ unalmas. Már megbűnhődött, mondta Pion. Úgy is mondhatnám, hogy önmagát büntette meg, és ez a legjobb. Nála volt a nadrágod. Nyerészkedéssel szerezte meg, s íme már el is veszítette. Ez már meghaladta Big Joe szellemi képességeit. Vannak titkok, amiket nem jó bolygatni. Pion épp ezt akarta. Köszönöm, hogy visszaszerezted a nadrágomat, mondta Big Joe alázatosan. De Pion annyira bölcseletébe mélyedt, hogy a köszönet nyilvánítást figyelembe se vette. Semmiség az egész, csak a levonható tanúság ér valamit fölmásztak az öbölből, és a gázművek ezüstös tartájai mellett haladtak el. Big Joe boldog volt, hogy Pion mellett lehet. Íme valaki, aki gondot visel a barátjára, gondolta. Még álmában is éberen figyel, nehogy kár érje, és elhatározta, hogy egyszer majd valami szép cselekedettel meghálálja Pion jóságát.